A KSH legutolsó, azaz a 2011-es népszámlálás adatai szerint Magyarországon hivatalosan 5120-an éltek autizmussal, ám az érintettek száma a becslések szerint ezzel ellentétben elérheti a 100 000-et. A betegség színe a kék, így a nyíregyházi autizmus világnapi rendezvényre többen kék lufikkal sétáltak a Kossuth térre, de akadtak olyan fiatalok is, akiknek kék karszalagjuk volt. Az ünnepségen fogyatékossággal élő fiatal kórusa is fellépett, valamint az új évfolyész Tarnai Ottó Egyesület elnöke is szólt. Tarnai Ottóné kiemelte, az ellátórendszer ország és megyeszerte is fejlődik. Több képzés indul, hát Nyíregyházán indul most gyógypedagógiai képzés is az egyetemen, éppen ezért, hogy az ellátást jobban tudják biztosítani. Ezen kívül is többen elmentek elvégezni az autizmus szakot is a gyógypedagógusok közül, ami szintén segíteni fogja. De az integrációval is, hogy már ott vannak az iskolába, és kijárnak, és minden gyereket ellátnak. Ezt a város is nagyon sokat segített ebben, hogy elláthatnak minden gyereket. Még akkor is, ha ezt a kevésnek tartjuk, ezt az óraszámot, amit pillanatnyilag tudnak biztosítani. Nem csak a Kossuth téren, a Váci Mihály Kulturális Központban is volt világnapi rendezvény, ott többek között dr. Ugrai Tamás tartott előadást az autizmusról. A rendezvényt a Most Élsz Egyesület hívta életre. Elég elképesztőek az adatok, míg 70-es években 10 000-ből egyet diagnosztizáltak autizmus spektrumzavarra, mostanra 80 születésből egy válik ezzé. Tehát egy járványos sebességű terjedése van ennek a betegségnek vagy állapotnak, amire mindenféleképpen oda kell figyelni, akár kormányzati szinten is. Több esetben táplálékintolerancia alakul ki az autistáknál, akik bizonyos ételeket rosszul emésztenek, így az idegrendszerük sem működik jól, hangzott el a Világnap alkalmából tartott konferencián. Az autistáknál a legtöbbnél alapvető gondok vannak a bélműködés környékén. Emésztési zavaraik vannak, és a többi is. Hogyha ezeken tudunk javítani, akkor nagyon sok gyermeknek a helyzetén tudunk javítani, a betegség tünetein tudunk javítani, és nem csak autistáknál, hanem más vonatkozású betegségekben is. Például egyszerű fejfájásra gondolok, vagy más autoimmun betegségre, pajzsmirigy betegségre. A Világnap alkalmával arra is felhívták a figyelmet, hogyan segítheti egy átlagember autizmussal élő embertársát. Kiderült, a túl erős ingerek, akár a hangos környezet vagy erős megvilágítás zavarja az érintetteket, valamint tekintettel kell arra lenni, hogy a legtöbbször nem tartják a szemkontaktust.